Nem kevesebb, mint a Magyarország diákolimpiai bajnoka cím elnyerése volt a tétje az elmúlt hétvégén megrendezett kispályás florball országos diákolimpia döntőjének. A nagyszobású sporteseményt immár másodszorra rendezhette városunk. 4 éve voltunk házigazdái, úgy gondolom, akkor is egy sikeres rendezvényt tartottunk. Most Mohács városának visszalépése után újra ránk került a választás, és hát próbálunk megfelelni a legmagasabb kihívásoknak is. Ez a kiemelt florball diákolimpia, ezt tudni kell róla, a florballnak ugyanis van egy nagypályás és egy unióki változata is. Azokban azonban csak egyszerre egy korcsoport van egy helyszínen jelen, itt viszont a kispályásnál, mivel hogy 3 pályát is fel tudunk rakni egy sportcsarnokba, így az összes korcsoport képviselteti magát, tehát 1-től 6. korcsoportig, azaz a első osztályostól a 12. érettségi előtt álló diákig mindenki itt van, fiú-lány szinten. Ez azt jelenti, hogy 96 iskolai csapat, közel 600 versenyzője van most itt jelen a sportcsarnokban. A kétnapos sporteseményt a Komárom-Esztergom megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület szervezte a Magyar Diáksport Szövetség megbízásából. A mezőnyben szinte minden megye képviseltette magát. Előcsatározások voltak, vannak olyan korcsoportok, ahol selejtező, után országos elődöntő, és úgy kerültek ide a csapatok. Vannak olyan korcsoportok, hogy egy országos elődöntő után, tehát a második szint, de nagyon sok helyszín vagy korcsoportnál a 3. szint lépésével lehetett ide eljutni. Nem kis szervezés volt, itt kollégáimmal már körülbelül 2 hete dolgozunk csak az országos döntőn. Ugye decemberben volt egy főpróba, amikor mi adtuk az országos elődöntőnek a helyszínét, ugyanis 4 országos elődöntő volt az országban, egyik helyszín volt itt Komáromban, illetve hát 4 évvel ezelőtt is azért szereztünk már egy kis rutint. Nagyon sok önkéntesünk van, több mint 20 önkéntes segít itt a zavartalan lebonyolítást, és tényleg a Szőnyi Palánk döngetők körének egész elnöksége kivonult, és itt segít, hogy minél gördülékenyebben zajlódjon ez az esemény. Illetve a Magyar Diáksport Szövetség egy arculatváltáson van túl. Most vizsgázik az új rendszer, az új arculat, amit mögöttem is látható, illetve a kihelyezett standon, illetve zászlókon, molinókon. Úgyhogy ami arculat más sportágoknál is meg fog jelenni. Itt abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy itt Komáromban debütál az új arculat. A bírói kört a Magyar Szakszövetség biztosította. Galambos Tamás, a Szőnyi Palánk döngető körének elnöke is elégedett volt a bírói körrel. Nagyon sok rutinos, illetve fiatal, tehetséges játékvezető is kap lehetőséget. Eddig tényleg kimondottan nagyon jó játékvezetőst láthatunk, úgy láthatom, hogy felnőttek ők is a országos döntő szintjére, és tényleg nagyon korrekt és magabiztos fújásuk vannak. A szombati nyitány alkalmával megjelent és a fiatal florball társadalomhoz szólt Balogh Gábor, a Diáksport Szövetség elnöke, korábbi olimpiai ezüstérmes öttusázó. Köszöntőt mondott dr. Molnár Attila polgármester. A megnyitó megjelent továbbá Turi Bálint alpolgármester és Horváth Gyula sporttanácsnok is. A helyi sportolók kiemelkedően szerepeltek, de ez nem csoda, hiszen Galambos Tamás, az SPK elnöke úgy fogalmazott, a florball fellegvárában Komárom a nagyvárományos. Tavaly nagyon szép sikereket értünk el a veszprémi döntőbe, onnan 2 aranyérmet, ezüst bronzérmeket hoztunk el, tehát nagyon jól szerepeltek a komáromi iskolák, a Jókai gimnázium, a Széchenyi középiskola, illetve a Bozsik iskola. Hát remélem, hogy valami hasonlóban lesz része, most a sok helyi szurkoló is örömmel megy haza, de hát bízunk benne, hogy tényleg minden korcsoportban az fog a dobogó tetejére állni, aki a leginkább megérdemli. Ha ez nem komáromi iskola, akkor nem komáromi iskola, akkor kicsit fáj a szívünk, de hát remélem, hogy a házigazdák iskolái is azért oda eljutnak a legmagasabb helyre. Nagyon jó fellegvárak vannak Budapesten, Székesfehérváron, Fonyódon, Pakson, ki tudom még emelni, Debrecent, aki évek óta jó, Veszprém, tehát nagyon sok fellegvára van a florballnak. Itt azt is tudni kell, hogy a kispályás florballban nagyon sok esetben bekapcsolódnak a jégkorongos sportolók is, hiszen ez mivel 2 vagy 3 szintű versenyről van szó, erre a pár alkalomra a jégkorong klubok el szokták engedni a játékosaikat.
A nagypályás diákolimpiára már kevésbé, de a kispályáson mindig itt vannak, úgyhogy ők emelik a szintet ebben a hozzáállással. A két nap programját szervezett keretbe foglalták, 3 óránként váltották egymást a korcsoportok. Ma kezdtünk a középiskolás 6-os korcsoporttal, ezt követik a legkisebbek, az első-másodikasok, akik az első korcsoport, ők déltől 3-ig, és 3 órától a másik középiskolás korcsoport, az 5-ös korcsoport, és holnap lesznek a maradék 3 általános iskolás korcsoport, ugyanis ők ma éppen ezekben a pillanatokban, köztük a saját gyermekem is, ezért tudom mondani, a központi felvételit írják, a középiskolás felvételit, úgyhogy innen kívánok nekik sok sikert, úgyhogy ezért ők a holnapi nap fognak versenyezni, tehát szombaton is, vasárnap is 3-3 korcsoport, fiú-lány csapatai. A komáromi csapatok 3 első és 3 második helyet szereztek. A Szőnyi Bozsik a legeredményesebb általános iskola, a Jókai Gimnázium a legeredményesebb középiskola címbirtokosa lett. Az pedig csak az esemény magas színvonalát mutatta, hogy a verseny fővédnöke Áder János Magyarország köztársasági elnöke volt. A sportesemény védnökei Balogh Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának tárcavezetője, dr. Szabó Tünde, az Emberi Erőforrások Minisztériumának sportért felelős államtitkára, dr. Palkovics László, az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős államtitkára, Popovics György megyegyűlési elnök, dr. Molnár Attila komáromi polgármester, valamint Weisz László, a Magyar Florbal Szövetség elnöke voltak. Első korcsoportos lányoknál született az egyik arany, a Szőnyi Bozsik József általános iskola jóvoltából. A második aranyat az 5. korcsoportos fiúk mezőnyében a Jókai Gimnázium csapata zsebelte be. A 3. aranyérem ugyancsak a Jókai Gimnázium jóvoltából maradt városunkban, a 6. korcsoportos fiúk mezőnyében. Ezüstérem a 3. korcsoportos lányoknál és fiúknál született, mindkettő a Bozsik iskola érdeme, akár csak a 4. korcsoportos fiúk mezőnyében szerzett 2. helyezés. A diákolimpiai viadal részletes eredményei már olvashatóak a város és az SPK honlapján.